Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai nap egy kissé érdekes videóval érkeztem el hozzátok. Ezt a címből már láthatjátok, de meg fogjuk menteni Müller Cecíliát. Egy magyar srác csinált egy ilyen játékot egyébként a Doom-ra. Nem nagyon értek ehhez, mert nem ismerem nagyon a játékot. Ne kövezzetek meg. Ide kiírom a nevét. Meg amúgy itt lesz egyfolytában a képernyőn az egész videóban a neve. Ő készítette a modot. Ez érdekes lesz, nézzük meg. Egyszer már kijátszottam, mert kisebb... Csak hogy... Vannak-e problémák, vagy valami? Jó napot kívánok, tisztelettel! Állítsuk meg egy picit, mert még beszélek. Már megy itt a sajtótájékoztató. Egyszer már végigvittem, csak azért, hogy lássam, látjátok, most vannak ilyenek, hogy itt mondjuk az asztal az nem teljesen van meg, de ezek ilyen kicsi hibák, tehát hogy ezt le is írta a srác, hogy ilyen van benne. De az egésznek a lényege az annyi, hogy három részből áll, ugye három hullám. Ezt egyben fogjuk most kijátszani, mert nem olyan hosszúak ezek. De a lényeg, hogy meg kell menteni Müller Cecíliát. Köszöntöm Önöket szombati tájékoztatónkon. Elsőként megkérem dr. Ruszin Romulus dandártábornok urat, a Honvédelmi Operatív Törzs vezetőhelyettesét tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok mindenkinek. Ezen a héten további 11 vállalathoz került kiküldésre Honvédelmi Irányító Törzs, így most már 104 cégnél vállalatnál teljesítenek szolgálatot katonáink. Azt mondjuk, nem tudom, mivel itt is fegyver, de ezt igen, fel lehet venni. Az ez itt volt. Illetve azoknak az eszközöknek... Na nézzünk szét itt a házba, én azt mondom. Biztosításában vesz részt. Van nálunk, ezt észrevettem, hogy ez a kézmosós kéz. Ez azért van itt, hogy ide jössz a csaphoz, és a Magyar Honvédség vegyvédelmi meg tudod mosni a kezedet. A Pesti úti idősokon. Mert ugye... Ja, lehúztam a WC-t is véletlenül. De ugye a WC... Na, a kézmosás fontos. Mossatok ti is kezet, itt egy konyha. 25 ezer forint. És egy... Ha jól látom, ez egy... Nyilván, ez egy bevásárló lista. Nyilván a három legfontosabb dolgot kell venni, WC-papírt, élesződés, lisztet, mert... abból egy egész életre nem lehet elég, ha már lezárnak minket, és ott vannak ilyen kaják, meg egy csomag. Itt van a szép kis városunk. Na, nézzünk ki. Ezt nem is láttam. Jaj. Jó. Tehát itt karanténban van egy ember. Na, induljuk meg a boltba. Én azt mondom. Milyen motor van itt. Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk honfitársainkhoz. Maradjanak otthon. De ha betartjuk a főszabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt. A kormány kijárási korlátozást rendelt el. Lakóhelyet csak alapos indokkal lehet elhagyni. Na. És Györfi pár megtiltotta nekünk, hogy elmenjünk itthonról, tehát... Ez egy jó ötlet volt, na. Dicsérjük meg a készítőt, ez nagyon tetszik. Úgyhogy karanténben vagyunk, és jön a második rész, mert ez volt az első hullám. Na és itt is vagyunk, elkezdtünk a második hullámhoz. A mostani második nap... A mostani küldetés az az, mi van nálunk? Jaj, van itt egy tévétávirányító. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Elsőként megkérem Kis Róbert rendőr alezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központ munkatársát, tartsa meg tájékoztatóját. Hát jó, tartsa meg tájékoztatót, de ki van kapcsolva a tévé. Köszönöm Önöket! Kezdeném a hatósági házi karanténnal kapcsolatos rendőrségi ellenőrzéseknek a számával. Az elmúlt 24 órában 700 esetben rendeltek el rendőreink határforgalom ellenőrzéssel összefüggésben a hatósági házi karantént.
Így összességében az érvényben lévő és elrendelt hatósági házi karanténnak a száma 11.240. Látható igen, a tehát ugye hogy az megelőző el akarunk menni boltba még mindig, mert nem vettünk még, még dolgokat, ugye lisztet, élesztőt és WC-papírt, ami fontos, ez megint itt van a hűtőn, hogy kéne venni dolgokat. Jaj, van egy szájmaszkunk is most már. Ezt a jól látom fel is vettük. Na, induljunk meg a boltba. Nem. Nem indulunk meg a boltba. Györfi pár bent tart minket a házba, nem enged ki. Na most mi van? Akkor nincs valami másik kiárat? Hogy ki kéne ugrani az ablakon, vagy mi van? Szabálysértés ügyében kellett rendőreinknek intézkedést foganatosítani. Nem. Vagy a másikon ki lehet menni? Nem. Na igen, ki kéne törni. Jó. Kint vagyunk a házból. Figyeltem, csak a mi házunkba lehet benézni. A helyszínbírságoknak a száma 500. Hát na, akkor menjünk az Aldiba. Azt mondom. Fogtechnikus. Végség, minden meg van csinálva, bakker. Soros terv. Itt karanténban van valaki. Ezek meg ilyen hajléktalanak, vagy nem tudom, nevezik annak. Na, elérkeztünk a bolthoz viszont. Szia kutya, nem lehet... Jaj, nem akarlak megütni, bocsánat. Nem lehet megsimogatni, vagy valami. Na jó. Maszk rajtunk van, úgyhogy jöhetünk be a boltba. WC papírt. Menjünk sorba, én azt mondom. WC papír, élesztő liszt. Na, találtam. Nagy titka. Ez mi liszt? Na, búza finom lisztünk már van. Én most már tudom csinálni végtelen mennyiségű kenyeret. Ugye a játékban úgy működik, hogy rámész valamire és fel... Vettünk egy láncfűrészt. Hogy minek, azt nem tudom. De van egy láncfűrészünk. Az a lényeg. Jó. Vettünk WC papírt is, mert egy életre leszünk bezárva, a karanténba is félni kell. Élesztő az... Jaj, vettük egy sört is. Jaj, ne, itt meg! Hello, ki kéne fizetni? Élesztő? Élesztő nincsen, élesztőt nem tudunk venni, na nem baj. Legalább vettünk helyette sört meg láncfűrészt, mert... Sörből és láncfűrészből lehet csinálni... Jaj. Sörből és láncfűrészből lehet csinálni ezek szerint... élesztőt. Nem nagyon megy a sor. Ja, itt van egy másik sor is. Jó. Jó napot kívánok! Na, fel is pattant rögtön. Meglátta, hogy mi vagyunk azok. Jó napot, uram, várjál már, még pakolok ki. Itt egy kicsit elakadtam egyébként, mert az eredeti részben itt úgy volt, csak ezt megnéztem videóból, hogy ott, ha rálépsz arra, akkor becsippan, hogy ide lehet jönni, de nekem ez nem történt meg, ez is egy ilyen kisebb probléma csak, de nem olyan nagy dolog. És akkor így most idejössz, kifizeted, és akkor viszontlátásra. Mehetünk is haza, ha kiengedne a játék. De egyébként feelinges játék, tehát nekem úgy tetszik. Csak úgy voltam, hogy ezt megtaláltam az egyik... Követően negatívvá vált az eredményük. Ja, hogy megy a lakásunkba, azért. Hogy mész, hogy megyünk most fel? Ha ott van Győrfi Pála. Ez mi? A laboratóriumi vizsgálatok emelkedik. Ereszen mászunk. Ereszen mászunk. Viszont itthon vagyunk, van lisztünk és mindenünk. És azt hiszem, hogy ennyi amúgy a második hullám. És ugye a harmadik. Itt vagyunk a harmadik hullámnál. Figyelj, itt már meg van csinálva a háttér is. Eddig ugye nem volt. És már oltásokat adnak. Harmadik hullám jön ugye. Milyen nehézségen menjünk? Itt már lesz egy kicsit
komolyabb dolog is, illetve ez a leghosszabb. Azért akartam egyébként egybe kijátszani, mert az első kettő rész az olyan kicsit rövidke volt, de ez a harmadik, ez már hosszabb lesz. Hát, legyen válságos a helyzet, ha már tényleg válságos. Annyit kell tudni, hogy sosem dúmoztam, tehát nem tudom, hogy ez mit fog jelenteni. Annyi, hogy egyszer végigvittem ezt a küldetést. Na, itt van megint a házunkban. Úgy látom éppen, az is, hogy kell megrendelni. Jaj. Ezt lehet, hogy megrendeltük. Itt már kicsit jobbak a... Kicsit jobban fel lett díszítve a lakásunk. Csengettek. Jaj, várjál, miért nem kapcsolunk tévét. Jó napot. Na, akkor megjött a pizza. Jó, akkor, mert ez amúgy az előző részben nem jött meg, úgyhogy nem tudom, hogy ez... Na, akkor mégsem játszottam ki rendesen, megjött a pizzán. Na, viszont felvettük megint a távirányítót, úgyhogy együk meg a pizzát, miközben megy a tévé. Jaj. Dr. Müller cecília. Jaj. Ez nem tudom mi volt. Összegyűltük Müller cecíliát. Megint van nálam egy Müller cecília. Na mindegy, kapcsol be. Jó van, megy a való világ, az a lényeg, bejön a tévén a való világ. Orvos-tudós csoporttal találkoztam, járvány matematikusoknak szokták őket nevezni. Jaj, ők azok, akik abban segítenek nekünk, hogy megérthessük, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak majd össze. Egyszerűbben fogalmazva, mi fog velünk történni a következő napokban és hetekben. Csupa rossz hírem van. A helyzet az úgy fest, hogy az egész járvány... Na jó. Rendkívül híreim következnek. Víruspárti terroristák ejtették túlszor az országos tisztifőorvos dr. Müller Cecíliát ma délután a budapesti Szent Borbála kórházban. Az eddig jobbára ismeretlen radikális csoport követelései közé tartozik a rendelkezésre álló vakcina készlet azonnali megsemmisítése és a koronavírus tenyésztő telepek kialakítása. Terrorelhárítási központ és a Magyar Honvédség szakértői, valamint beletésértségei a helyszínen vannak, egyelőre azonban úgy tűnik, a tűzszerítők elzárkóznak a helyzet békés rendezésétől. Amint frissebb információk birtokába kerülünk, újabb híradással jelentkezünk. És most sport! Gulyás Michel sikerrel zárult a Budapest-Tusa verseny. Sorsoltak az ENSZ ligában, és sűrű program... Vannak bajok. Együnk pizzát, én azt mondom. Hogy kell pizzát enni? Jó estét kívánok! Gulyás Michel nyerte a fedett pályás budapesti öttusa viadal női egyéni versenyét. Akkor nem. A 20 éves magyar öttusázó a 8. helyről... Jaj, van WC papírunk, jó? Megvan a lisztünk is, ugye, amiket vettünk, és van egy szájmaszkunk. A magyar versenyző mögött és szintén nagyon Müller Cecília. Egy jó párszor. Na most várjál, mert nincsenek izéim. Nincsenek meg az inventory cuccaim. Egy kifelgás akkor. Itt is jön újra. Ugye végignézzük a tévét. Hát most még a pizzát nem kaptuk meg, de majd mindjárt. Még nem. De mindjárt nem kapjuk meg a pizzát, felveszük a maszkot, ott tartottunk. És megyünk ki megmenteni Müller Cecíliát a vírus tagadóktól. Ugye többen vannak karanténba. Hú, de megettem. Most jött meg a pizza? Szartam amúgy ettől az embertől. Hát itt is azért van. Ez meg. Ez itt köhög? Nem tudom, hogy itt... Ne köhögjetek, nem léci. Támadok. Na most itt történt egy kis probléma nekem a játékkal. Ha felülök, mert itt fel kéne ülni a motorra és úgy kéne elmenni a Szent Borbála kórházhoz, akkor utána le tudok róla szállni, de beakad. Tehát nem tudok előre-hátra mozogni. Úgyhogy megyünk gyalog. Nem tudom, nem értek mondom a Doomhoz, tehát ezt most töltöttem le. És akkor itt kövessük a sörös üvegeket.
Ciki bolt természetesen. Életünk története. Ne. Újraindítjuk a gazdaságot. Minden figyelj. Majdnem. Mondjuk ez Budapest. Ha jól tudom. A videóban legalábbis ez. Jaj, na van rajtam magban. Van már rajtam maszk. Egyébként esküszöm tetszik, tehát olyan feelinges. Egy ilyen egyszer kijátszott poénból. Viszont szerintem itt vagyunk. A 20. életünk története izé után. Mert itt van a rendőrség. Jó napot kívánok. Jaj. Csak hogy ide értél. Már azt hittük, nem is jössz. Fedező tüzet biztosítunk, és akkor talán ébőrrel be tudsz jutni. De légy nagyon óvatos. Úgy tűnik, hogy fertőzött wuhani denevéreket engedtek szabadon. Jaj, ne! Itt van még velem Györfi Pál, és én mondtam valamit? Nem. Viszont itt vannak a tekesek. Aki most rám céloz. Na akkor azt mondják, hogy fedező tüzet biztosítanak nekem. És akkor nekem kéne most bemenni? Hogy? De hangos vagy. Na, innen már köhögnek? Igen. Jó napot! Jajjaj. Szerintem covidos volt. Köhögött. Na nyissuk ki az ajtót, aztán... mentsük meg Müller Ceciliát. Megy le a HP-m. Bakker. Jaj, ne. 30%-on van a HP-m, azt még be se értünk. Jaj, ez így nehéz lesz. Hát és a grafika is olyan, nem is látom, hogy micsoda ember és micsoda ilyen túlja. Nézzünk szét itt. Ne kögj! 4% HP-m van, ügyvitel. Szájmaszk viselése kötelező. Akkor felvesszük a maszkot, hogyha azt mondod. Nincs nálunk maszk. Ó-ó. Az baj. Na mosdó. Szent Borbála kórház mosdója. Elég sötét. Jó, szerintem itt nem lesz. Azért nézzünk. Itt nem lesz, azt már kibittem ezt a izét. Na mindegy. De azért nézzünk szét, na. Van itt egy légycsapónk. Jaj, a wuhani denevérek. Ne. Hol vagy? Jó. Lecsapkodtuk a denevéreket. Szegények. Jaj, valaki lőni akar? Egy HP. És én nem tudok messzire elizélni. Jaj, meghaltam. Mindjárt jó. Kell! Boom. Kinyitjuk. Nem nyitjuk. Kinyitjuk. Állj vagy lövök! Azt is kiütöttük? Majd meglopottuk a... Úristen! Igen, itt volt egy balra. Nem hittem volna, hogy komolyan veszem. Ja. Bemegyünk a denevérekhez. Jön a vonat. Nem tudom, hogy a plafonokról leütni már őket. Jó van. Állj vagy lövök. Igen, és akkor itt tartottunk. Ne lőj le! Jó. Jaj, te nagy! Te nagy vagy! Állj már meg! Állj vagy lövök! Ne lőj! Jó. Kaptam egy fegyvert. Hogy lövök fegyverrel? Akkor menjünk is, találjuk meg Müller Ceciliát. Remélem már nem lesznek ennemik, mert... Állj vagy lövök! Nincs HP!
Jó. Ez nem nyílik. Ez nyílik. Jaj, itt van! Megtaláltuk! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hadd kezdjem egy nagy köszönettel a mondani valómat. Figyelek! Ja, egy erőteljes immunválaszt képes kiváltani. Kaptam oltást. És úgy tűnik, hogy nagyon hatásos is. Adjuk be az oltást magunknak, ér be, mert ezek szerint oda kell. Felment a HP-k, ennyi. Oltsátok be magatokat, mert felmegy a HP-tok. Na folytasd, figyelek. Kell a maszkot viselni. Én viselem a maszkot, csak... Ja. Nincs nálam maszk. Most már van, viselem. A látogatási tilalom az a kapcsolattartás egyik formája. A látogatási tilalom az a kapcsolattartás egyik formája. Tanítsuk meg a papírzsebkendő használatára. Most már ennek az én aranyköpések? Gondolok. A látogatási tilalom az a kapcsolattartás nyúnyókára. Gondolok. Jó. Szerintem 1853, akkor lassan indulni kell, mert jaj, gyorsan, mi az idő? Menni kéne, bocsánat, Cecília, rohadt gyorsan, mi az idő? Futni kell haza, ki vagy szabadítva, megyek haza, mert kiárási tilalom van. Hónapot. Meghoztam a... igen. Behagyok, volt van, mert minden. Mert a tévét elvilányítunk. Szerencsésen végződött a túszdráma a budapesti Szent Borbála kórházban. A tiszti főorvos dr. Müller Cecília már biztonságban van, és közleményben köszönte meg a mentésben résztvevő hatóságok, valamint egy fő ismeretlen polgári személy hatékony beavatkozását. Valamennyi elkövetőt sikerült őrizetbe venni, a rendkívüli jogrend hatálya alatt elkövetett terrorcselekményért várhatóan hosszú évekre rács mögé kerülnek majd. Most pedig időjárás jelentés. Rács mögé kerülnek? Nem kiütöttem őket? Ja, kattintani kellett volna egyet. Jó van akkor. Na, idáig viszont már nem játszottam ki, mert tegnap elfölt az idő, de ahogy látom, nem tudjuk a Balatonon. Na, jó, van naptej mindenképpen. Úristen, ez tényleg Balaton, mint ha ott lennék. Véget ért a Covid-járvány. Na! Jó lenne, ha így lenne, amúgy. De azért felveszik a maszkot, mert... nem lesz... nem mindegy, akkor nem veszük le, mert nem tudom, hogy kell. Fürödjünk egyet a Balatonba, azt mondom. Meg szeretném nektek köszönni hatalmas szeretettel a figyelmet, és hogy itt voltatok velem. Ez egy kicsit más jellegű videóból tudom, de remélem, hogy így érdekelt ezért páratokat. A srácnak a csatornája ott lesz a leírásba, ott megtaláltok minden információt, hogy tudjátok letölteni, én soha nem néztem, és sokak nevében köszönjük, hogy ezt megcsináltad, mert szerintem rohadt jó lett. És ilyen feelinges játék, és tényleg reméljük, hogy nyáron már így fogunk ünnepelni, akár a Balatonon, akárhol, csak nyaraláson legyünk, mert ez már véget érhetne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a következő videóval. Sziasztok!